Bejelentést tett a rendőrségre egy kunmadarasi lakos, hogy egy ismeretlen bement a családi háza műhelyébe, és onnan elvitt egy centrifugát, mosógépet, litrát, nyújtófát, vasálványt, két vödröt és két kerékpárt. A rendőrök adatokat gyűjtöttek, tanukat hallgattak ki, és azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, aki a bejelentő szomszédja volt. A 25 éves férfit előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. Az eljárás során a nyomozók megállapították, hogy nem ez volt a jogsértő első vagyon elleni bűncselekménye, hiszen az elmúlt hónapokban további hét alkalommal tulajdonított el különböző értékeket kunmadarasi ingatlanokból. A lopásokkal okozott kár összesen több mint 600 ezer forint. A rendőrök a férfi tűrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A karcagi rendőrkapitányság nyolc rendbeli lopás miatt folytat eljárást.